Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és szentjeid áldást mondjanak. Hirdessék, hogy országod milyen dicsőséges, és hatalmadról beszéljenek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai napon az Nagyon Szent Egyház egy szent remetére, szent Venderre emlékezik. Magyarországon kevésbé ismert a neve, Németországban élt, társakat toborzott. Jó tudni azt, hogy vannak olyan emberek, akiket az Isten kegyelme lefoglal, még akkor is, ha találkozunk velük, de hogy élnek ilyen emberek is, hogy értünk is imádkoznak, vagy a világ tisztulásáért imádkoznak, az mindenféleképpen megnyugtató számunkra. Azok számára különösen, akinek nincs ideje talán imádkozni. És szerzetes egy remete, annak szentelte az életét, hogy egy hátteret adjon tulajdonképpen a mi életünknek is. Ezt a szentmisét két szándékra is felajánljuk. Egy kómában levő négy gyermekes édesanyjáért, Dóráért, és Sándor testvérünkért, akit nemrégiben szólított magához az Úr. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Egy remete módon nem tudunk kivonulni a világból fizikai értelemben, de arra szükségünk van, hogy lelkileg távol tartsuk időnként magunkat a világnak a zajától, forgatagától, hogy el tudjunk merülni imáinkban, és a világot is így tudjuk szemlélni. Nem úgy, hogy magunkkal, magával ragad minket, és elveszünk annak az örvényeiben. Vállaljuk ezt a keresztény küldetésünket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőt ellenszűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsásson meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Istenünk, Te vagy életünk forrása és célja. Szolgáld a Szent Vender remetét, az evangéliumi szegénység útján vezetted el a teljes lelki szabadságra, sőt, pártfogónk rendelted. Engedd, hogy az élet megpróbáltatási közepette, mindig az egyetlen szükségeset keressük,
a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, meghajtom térdemet az Atya előtt, tőle származik ugyanis minden közösség az égben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység. Megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével. A végtelenül hatalmas Istennek pedig, aki hatalmával bennünk működik, és mindent megtehet azon felül is, amit kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át mindörökké. Amen. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. A Zsoltár válasz. Kegyes az Isten hozzánk, jóságával eltölt mindent. Kegyes az Isten hozzánk, jóságával eltölt mindent. Örvendezzetek igazak az Úrban, a szentekhez dicséret illik. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfán zengjetek néki. Kegyes az Isten hozzánk, jóságával eltölt mindent. Sziklaszilárd az Úr igéje, minden tettét hűség vezeti. Az igaz lelkűséget és a törvényt szereti, telve van a föld az Úr irgalmával. Kegyes az Isten hozzánk, jóságával eltölt mindent. Az Úr szándéka megmarad örökre, szívének gondolata nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek az Úr az Istene, a nép, amelyet örökségül választott magának. Kegyes az Isten hozzánk, jóságával eltölt mindent. Az Isten félőkre ügyel az Úr szeme, akik bíznak az ő irgalmában. Megmenti lelküket a haláltól, és táplálja őket éhínség idején. Kegyes az Isten hozzánk, jóságával eltölt mindent. Alleluja! Mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, csak hogy Krisztust elnyerjem, és ő hozzá tartozzam. Alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. A keresztséggel kell megkeresztelkednem. Mennyire vágyom, hogy ez beteljesedjék. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre. Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között. 3-2 ellen és 2-3 ellen. Szembe kerül az apa fiával, és a fia az apjával, az anya lányával, és a lány az anyjával, anyósa mennyével, és menny az anyósával. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mai evangélium megint tartalmaz egy olyan részt, aminél meg kell állnunk és gondolkodnunk kell. Az a Jézus, aki mindig a békéről beszélt, sőt, feltámadás után is köszöntötte, megriadt apostolokat, hogy békesség veletek, vagy békesség nektek. Az most a mai evangéliumban arról beszél, hogy azért jöttem, azt gondoljátok, hogy békét hozzak a földre, utána pedig folytatja, hogy nem, és utána konkrét példákat is mond,
arra vonatkozóan, hogy az ő személyisége mit tud kiváltani egy emberi közösségben, egy családban például. Hogy hogyan kell ezt helyesen értelmezni? A Szentírással foglalkozó tudósok fölhívják a figyelmet, meg a lelkélet mesterei, hogy néha nagyon nagy küzdelemre van szükség ahhoz, hogy az ember eljusson a békéhez. A béke nem egy olyan erőegyensúlyt jelent. Mindjárt engedünk, és aztán majd valami egyensúly vagy béke féle kialakul. Nem. Nagyon sokszor belső és külső küzdelmet kell megvívnunk azért, ami fájdalmas azért, hogy igazi békére eljussunk. És ezek a képek, amiket Jézus mond, ez mind-mind erről a megküzdött békéről szólnak. Ugye az első kép az a tűznek a képe. Ugye gyakran használják ezt a képet, hogy amikor az ércből úgy kiolvad a igazi nemes fém, az is egy tűzön megy keresztül. Kereszte Szent János például gyakran használja ezt a képet. Ugyanúgy a Szentlélek is kiégeti velünk a salakot. Nagyon sokszor, ami fájdalmas dolog. El kell hagynunk bizonyos dolgokat. Meg kell tisztulnunk, nem megy könnyen. Tehát belső küzdelmet, néha megosztottságot is jelent. De ahhoz, hogy az ember egy mélyebb békét átéljen, ahhoz erre szükség van. A másik az a keresztségnek a képe. Ugye Jézus utal erre, hogy a keresztség is olyan, amikor valaki megkeresztelkedik, akkor kiáll pláne abba az időben, és elismeri a bűnösségét. Hogy rászorul Istennek a kegyelmére, ami fájdalmat jelent. Nem tud saját erejéből eredményeket elérni, hanem rászorul a kegyelemre, a bűnös volt, amiatt. Ez is egy fájdalmas dolog. Hiszen az ember általában saját erejéből próbál megvalósítani valamit. Elismerni, hogy nem megy, kegyelemre van szükség, egy fájdalmas dolog. És hát annak is minnyáján tanulni lehetünk, hogy néha egy családon belül is, ha valaki kiáll az igazság mellett, akkor az bizony megosztottságot hoz létre. De ahhoz, hogy a családban egy mélyebb belső béke legyen, ahhoz ki kell mondani az igazságot, vagy képviselni kell az igazságot, egy fájdalmas dolog. De ez megvalósul, akkor van erre lehetőség, hogy egy családi közösségben valóban másképpen éljék meg a békét, mint korábban. Tehát érthető Jézusnak a hasonlatrendszer ebben az esetben, mind-mind így a megtisztulásnak a fájdalmára utal, ami küzdelmet jelent. És a mai napnak a ugye szentje, Szent Vendel is, Remeték is erre hát utalnak a létükkel, hiszen ő is egy vadonba élt állatok között, azokat nevelte, kiszakadt a társadalomból. Nem lehetett könnyű az élete, hiszen a társadalom az egy olyan rendezett valami. A vadon belül az ember kivonul, hát ott meg rendezetlenség van, küzdelmet kell vívnia meg minden nap életért, a természetnek az elemeivel is. De egy remete jelzi azt, hogy igen, vállalja ezt a küzdelmet, és utána Isten kegyelme, Isten szeretetével jön egy állapotra, ahol az Istennek a közelsége jelenti számára a békét, és nem az a kultúra, vagy valami, amit létrehozott, és ami úgy érzi, hogy na, ez biztonságot jelent számára. Tehát egy jel tulajdonképpen a lemeten. Imádkozzunk azért, hogy mi is vállaljuk ezeket a belső küzdelmeket, megpróbáltatásokat, hogy egy mélyebb békét is átélhessünk a szívünkbe. Amen. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki test és lelki adományaival elhalmoz minket. Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat,
kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az irítséget és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat. Mennyei Atyánk, ezt a szentmisét egy négy gyermekes édesanyjáért, feleségért, Dóráért ajánljuk föl, aki kómában van, súlyos betegségben szenved, hogy érezze meg, ha nem is hallja talán a szavakat, amelyekkel körülveszik őt, hogy szereti őt a család, hogy imádkozik érte, hogy mögötte van az egyház. Ez is segítse gyógyulását, hallgass meg, Urunk. Mennyei Atyánk, ezt a szentmisét elhunyt Sándor testvérünkért is felajánljuk, ajándékos számára örök életet, családtagjai pedig abban a reményben éljenek, hitből fakadó reményben, te nálad majd újra együtt lehetnek, hallgass meg, Urunk. Jóságos mennyei Atyánk, hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked, aki ezt is uralkodol mindörökkön örökké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk néked, mint a fő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyessel részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Mosd le, Uram, bűneimet, vétkeimtől tisztíts meg. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Kérünk, Istenünk, fogadj jó szívvel könyörgéseinket, hogy oltárod szolgálatára méltók legyünk a szentek közbenjárásával, segíts és oltalmaz Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Kit szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázod bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy családba tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy felbátorodva a tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus a mi Urunk által. És ezért miként az angyalok és főangyalok a szentek hatalmas seregével együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével
éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szentlélek által, szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Jó, ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett. Csodálatosan föltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Sarros boldogasszonyja, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, a mai nap szentjével, Szent Vendel remetével és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat, Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszólodott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg, Urunk, Sándor szolgádról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a kerességben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat föltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és omlandó testünket megdicsült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, hogy majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk. Amikor letöröl szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk, hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele
és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljesedtségét, aki ész és uralkodol mindörökködörökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Azokkal együtt, akik távolabbról kapcsolódnak bele, de lélekben jelen vannak, mondjuk el a lelki áldozás imáját. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltár és szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
Boldogok azok a szolgák, akiket megérkezessek, Ura, az Uruk ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, és megy, hogy kiszolgálja őket. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, minden vigasztalás és béke Atya, add, hogy házad népe, mely szentjeid ünnepén neved dicsőségére összegyűlt, egyszülött fia testében és vérében részesedve elnyerje az örök élet zálogát, Krisztus, ami Urunk által. Pedig belső, külső küzdelemeinkhez kérjük Szent Mihály arkangyal segítségét. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.